Az egészségfejlesztési irodák 2018 márciusában kezdték meg működésüket a megyében, legutóbb Nyíregyházán egy partnerségi találkozót és értekezletet is szerveztek, amely az Akadályok és korlátok a mindennapokban címet kapta. Köszöntöm a stúdióban Muravcsik Kornyicki Ágotát, a Nyíregyházi egészségfejlesztési iroda vezetőjét, és egy picit kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy hogyan is működnek ezek az egészségfejlesztési irodák, milyen szervezeti felépítésben és milyen forrásból. Én is köszöntöm a nézőket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egészségfejlesztési iroda hálózata az igazából 2013-ban indult, de akkor még nem igazán beszéltünk hálózatról, hiszen csak egyetlen egy akkori kistérségben, a Baktalórendházi kistérségben kezdte meg a működését, majd 2017-ben egy pályázat kapcsán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház lehetőséget kapott arra, hogy a telephelyein egészségfejlesztési irodák felállítására gyújtson be pályázatot. Ezt meg is tette, és rögtön 6 egészségfejlesztési irodát indított útjára. Ez ugye Nyíregyházi járáson kívül még a Nagykálló járásban, a Mátészalkai járásban, a Fehérgyarmati járásban, a Vásárosnaményi járásban és a Nyírbátori járásban kezdte meg a működését. Amiatt, mert hogy egészségfejlesztési iroda hálózatról lévén szó, szerette volna egy kicsit egységesíteni a működést, ezért egészségfejlesztési osztályt hozott létre a kórház, ami egy kicsit szokatlan, hiszen primár prevenció révén szó, a kórház kevésbé szokott ezzel az országban foglalkozni, ezért egyedülállóak is vagyunk, mert egy ilyen széleskörű hálózat rajtunk kívül nem működik az országban, és az osztály alá integrálta be az irodákat, és igazából egységesen működünk. Különböző programokkal, illetve szakemberi gárdával. Milyen programokkal, milyen céllal, milyen stratégiával jött ez létre, és kikkel működnek együtt? Az elsődleges célja a 2 éves megvalósítási időszaknak az az, hogy különböző olyan programokat vigyünk ki a járás kis településeire is, amely az életmódváltásban, illetve az egészség megőrzésben, az egészségük megtartásában tudja segíteni a lakosokat. Ez elsősorban információ átadó program, de ezen kívül természetesen olyan csoportoknak is tartunk foglalkozásokat, akiknek már van valamilyen elváltozásuk, és szeretnénk, hogyha ezzel az elváltozással vagy betegségükkel könnyebben tudnák a mindennapjukat megélni és megküzdeni vele. Tervezünk a szakembereknek időközönként negyed évente különböző partnerségi találkozót és értekezletet. Ugye ezt tartottuk meg most november 26-án, hiszen célunk az is, hogy nem csak a laikus lakossághoz jussunk el különböző szakmai anyagokkal, hanem elősegítsük a járásban lakó szakembereket, dolgozó szakembereket is, hogy friss információkhoz jussanak a témákban, különböző előadássorozatokat hallhassanak meg olyan témakörökben, amelyekben igazából minden nap dolgoznak. Milyen szakemberekről van itt szó? Elsősorban szakorvosokra gondoljunk, vagy különböző az egészségügy területén dolgozó szakdolgozókkal, akár diplomás vagy középfokú végzettségű dolgozókkal? A szakemberi gárdánk igazából a partnereink, ha lehet így fogalmaznom, hiszen mindenkit partnernek tekint az egészségfejlesztési iroda, akiknek hasonló a célirányuk, mint az egészségfejlesztési irodájé. Itt akár a közszférában szereplők, akár az oktatásnevelési szociális területen dolgozók, de természetesen az egészségügyi alapellátásban és a szakellátásban dolgozók is ide tartoznak. Ezért a negyedéves partnerségi találkozónknak mindig egy kicsit másabb témát adunk, pontosan azért, hogy a szakterületekhez is illeszkedjünk, ne csak az egészségügyi szakellátást egészítsük ki, vagy elégítsük ki, hanem akár a közszférában, vagy oktatási nevelési szférában dolgozóknak az igényeit is. Ennek a mostani partnerségi találkozónak akadályok és korlátok a mindennapokban volt a címe. Pontosan mit tartalmazott ez, mire irányították a fókuszt? Az akadályok és a korlátok a partnerségi találkozónak a címet azért kapta több okból is. Az első az az, hogy szerettük volna a figyelmet egy olyan sérülékeny csoportra felhívni, ami ugye a fogyatékosságból adódik, és a fogyatékos személyekre szerettünk volna fókuszálni, hiszen ugye a fogyatékosság az egy hosszantartó olyan állapot, ami különböző okokból adódhat, különböző típusai vannak, akár az értelem, a mozgáskorlátozottság, de ugye az érzékszerveknek a sérülése és sérüléséből is adódhat, és ahogy a címében is benne volt a partnerségi találkozónak, olyan független akadályokat görget eléjük az élet, ami
igazából korlátozza őket, hogy ugyanúgy ellássák a funkciójukat a társadalomban, mint más egészséges személyek. Éppen ezért a partnerségi találkozónak az első részében egy kicsit ilyen elméletibb előadásokat hallhattak a meghívottak. Itt szemész szakorvos, fülorgégész szakorvos, egy konduktor, illetve egy gyógytornász adott nekik egy képet arról, hogy az érzékszervi problémáknál mik azok az újszerű vizsgálati módszerek, rehabilitációs lehetőségek, amelyek az elmúlt időszakban begyűrűzöttek szerencsés módon az ellátásukba. A szekció második részében pedig a területen hívtunk meg olyan szakembereket, akik a mindennapjaikban segítségül lehetnek. Itt a megyei fogyatékosságügyi tanácsadókat hívtuk meg egy bemutatkozás erejéig, de részt vett az előadássorozatban a Nyírségi Vakok és Gyengéllátók Egyesülete, tehát ez egy kicsit gyakorlatiasabb szekció volt, és itt inkább a palettát mutattuk be, hogy kikhez lehet fordulni, hogyha valakinek ilyen problémája van. Hiszen azt lehet látni, hogy a megyében ez a sérülékeny csoport elég nagy számban jelenik meg. A legfrissebb adatunk az 2011-es, de azt lehet látni, hogy egy 28 és 34 ezer fő közé tehető azon személyek száma, akik valamilyen fogyatékossággal élnek. És ezek az okspecifikus fogyatékosságból a legnagyobb részt egyébként a mozgáskorlátozottság adja, a második helyen pedig a látás problémával, gyenge látással küzdők teszik ki. De hát itt nem csak a tartósan fogyatékossággal élőkről beszélhetünk, hanem azokról is, akik átmenetileg kerülnek ilyen helyzetbe egy-egy betegség vagy egy baleset kapcsán. Így van. Ugye magának a fogyatékosságnak a fogalmában az vagy tartósan, de ez egy igazából egy dinamikusan változó folyamat. Nem is vele, nem csak egyértelműen vele születtetten szerzi meg ezt az ember. Valóban ez van, hogy vagy valamilyen betegség kapcsán csak átmenetileg is küzdenie kell vele, de akár látunk olyan adatváltozást is, hogy az életkor előre haladtával az 50 év fölöttieknél a létszám az ugye rettentő mód megemelkedik. Körülbelül a fogyatékos személyeknek a száma kétharmad részt az 50 év fölöttiekből adódik. Ugye itt a látás és a hallás probléma, illetve így van, és annak a fokozatai. Közel két éve működik a program. Mik az eddigi tapasztalatok és az eredmények? Az eddigi tapasztalataink azok hál' Istennek jónak mondhatók. Amit számadatokban el tudunk mondani, az az, hogy a több mint egy év alatt a programjainkkal több mint 20.070 embert tudtunk megszólítani és bevonzani ezekbe a programokba. Ebből a 20.000 főből 4.600 fő az, aki nem csak egy alkalommal, hanem egy több alkalmas programsorozaton vett részt. Ez nagyon nagy szám és nagyon jónak mondható. Minden településre kijutottunk eddig a nyíregyházi járásban valamilyen programmal, akár ez legyen nagy rendezvény, akár legyen egy életmódváltó több alkalmas programsorozat. És ami még fontos, hogy jók a visszajelzések, ugye a változást mérni ilyen rövid idő alatt egészségfejlesztésben nem is érdemes, és nem is lehet kimutathatóan még. Inkább de az igényeket tudják így fölmérni. Van. Az igényekre próbálunk a mindennapokban reflektálni, akár egy óvodai, akár egy iskolai igény érkezik hozzánk, gyermekek esetében azt igyekszünk kielégíteni. Nagyon sok óvodába és iskolába járunk különböző programokkal, és hát a visszajelzések azért ugye a szóbeli visszajelzésekből tudunk építkezni, amelyek pozitívak. Úgyhogy reméljük, hogy ezzel a munkával, amit itt elvégeztünk az elmúlt időszakban, megalapozzuk azt, hogy az egészségfejlesztés oda hálózata itt a megyében egy olyan nélkülözhetetlen prevenciós intézményi fejlesztett tovább magát, amire igény lesz majd a program után is. Van erre reális esély? Igen, azt látjuk a kormányzatból, hogy elhivatottak a prevenció tekintetében. A népegészségügyi fókuszú intézmény átszervezésnél most prioritást élveznek az egészségfejlesztési irodák, úgyhogy reménykedünk benne, hogy finanszírozási forrást is találunk, és tudunk majd hozzákapni. Mert hogy hiába az internet, azért a személyes közvetlen tájékoztatás, gondolom, hogy ez nem pótol, vagy nem pótolhatja. Így van. Ezt mi is tapasztaljuk a programok során, hogy a kontaktszemélyes elbeszélgetés és tanácsadás az mindig motiválóbb lehet az adott egyén számára, mint egy telemedicinás szolgáltatás. Murakcsik Kornicki Ágota, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm a meghívást.